Jó, úgyhogy ezzel kell kiérni. Már azóta háromszor kiszámolt a fejbe, és mindig... Így készült a palacsinta kígyó a Bonyhád Majosi sportpályán. A Városi Gyermeknap alkalmából a gyerekek és szüleik rengeteg programon vehettek részt. A kicsik különböző munkagépekbe ülhettek be, valamint happartizhattak. A gyereknap fő programja azonban a palacsinta kígyó elkészítése volt. A rekordot egyszer már a bonyhádiak tartották, azonban elhódították tőlük, ezért idén újra próbálkoztak a leghosszabb palacsinta rekordjának megszerzésével. Szigorú szabályok vannak, tehát 5-re végeznünk kell, úgyhogy egy kicsit most azért pörgök ennyire, mert fogok még visszamenni és dolgozni, csavarni, csűrni a palacsintákat, azért tudni kell, hogy közel 3000 palacsinta készült el. A rekord kísérlet fontos volt a helyiek számára, emelte ki Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya. A polgármester azt mondta, hogy a rendezvényt már több mint 20 éve tartják, ahol kicsik és nagyok együtt szórakozhatnak. Sok éve már, talán 25 is, hogy egy nagyon szép hagyomány elkezdődött, akkor itt a majosiak, családok, barátok fogtak össze, hogy legyen egy gyermeknap itt Majoson a sporttelepen. Az akkori önkormányzati képviselő ezt összefogta, és azóta is ez a szép hagyomány megmaradt. A mostani képviselőnk, Sárkás Szabolcs, aki Majoson az önkormányzatot képviseli, gyakorlatilag ugyanazokkal a családokkal, barátokkal és nagyon sok önkéntes segítővel szervezték meg a mai napot. A délután folyamán a rekordot egyébként a bonyhádiak megdöntötték, így 350 méterrel újra az övék Magyarország leghosszabb egybefüggő palacsintája.